Kis György Gergely a magyar Davis Kupa történetének egyik legtöbbet pályára lépő játékosa, aki ezen a héten pályaedzőként segíti a magyar Davis Kupa csapat munkáját. A 41 éves szakember 10 éven keresztül 37 mérkőzésen játszott a magyar válogatottban. Pályafutásod során nagyon sok országban jártad, de Belgium az egyik legkedvesebb számodra. Elmondod, hogy miért? Igen, ezt titkon már elárultam neked, hogy én életem első nemzetközi versenyét 12 éven alatt nyertem Belgiumban, egy Hamon nevű kisvárosban, ami a holland határon van, és ott kétszer is bajnok tudtam lenni. Úgyhogy jó emlékeim vannak Belgiumról, remélem most is azok lesznek. 27 találkozó, 27 Davis Kupa meccset játszottál, voltak keményebbek és könnyebbek is, még Namíbia ellen is játszottál a hármas csoportban. Melyik volt a legszebb és a legrosszabb emléked a Davis Kupában? Hát kezdjük a legrosszabban, az a, igazából a debütálás volt, amikor az ukránok ellen játszottunk. A Medvegyev-Koljakov páros ellen játszottunk Sávolt Attilával, és ott nagyon-nagyon megvertek bennünket, ami reális volt, hiszen nagyon jó helyezésé, rangista helyezéseik voltak, de azért otthon nem utálalták a dolgokat, mint egy reális dolog, és azért az egy fájdalmas vereség volt. A legjobb élmény sok volt, sok nagy meccset nyertünk, meg én személy szerint is sok nagy meccset nyertem, de talán az, amikor az egyes csoportba feljutottunk, és a dánokat otthon megvertük 99-ben, és a Kenneth Carsont vertem 5-szedbe, aki akkor 61 volt a világon, az egy nagy élmény volt. Várhatóan nagyon meg lesz a hangulat itt a hétvégén. Hogyan lehet erre felkészülni, vagy fel lehet készíteni erre a srácokat? Igazából készülünk folyamatosan, nagyon nem tudsz úgy felkészülni, hogy most milyen lesz az, amikor síppal, dobbal, mindennel szurkol az ellenfél, de profi játékosokról van szó, úgyhogy ők ki tudják zárni azt, ami a külső tényezők, most nagyon remélem, hogy így lesz a következő 3 napban is, és úgy érzem, hogy ezzel nem lesz probléma. 2 nappal ezelőtt már elkezdtétek az edzéseket, a srácok mennyire érzik a pályát, például Balázs Ati vagy Fucsovics Marci, aki ma kezdte el az edzést? Úgy látom, hogy az Ati egyre jobban megszokja a pályát. Azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon száll a labda, amikor új, és amikor néhány gémet már lejátszottak, akkor elkezd lepuhulni és lelassulni. És ahogy nézzük most itt a játékot, akkor Atinak igazából az első gém lesz az a fontos az új labdával, hogy ott bent tartsa a labdát, és utána egyre jobb számára a labda. Marcinak még szoknia kell egy picit az, hogy lassabb lesz a labda, gyorsabbhoz van hozzászokva, de szerintem nem lesz probléma, holnap még edzenek szépen, és aztán péntekre már felkészültem, mennek.